Érdekes felvételt tettek közzé a neten. Bill Gates Microsoft alapítója bemutatta az első iPhone-t 2007-ben. Természetesen nem volt ilyen. Csak a mesterséges intelligencia elképzelte, hogy miként látszott a színpadon. Az eredmény érdekes, és bizonyos pontokban az eredmény nevet. Az úgynevezett deepfake videók a jövőben egyre növekvő probléma lehetnek. Sok ezzel a technológiával készített videó már megjelent. Például tavaly Putyin egy radnóti verset mondott. De egy hasonló hamis videó az ukrán elnökről elterjedt, ezek rendkívül meggyőzőek. És alaposabb vizsgálaton kell átmenniük annak kiderítésére, hogy valósak-e. Most egy másik, ezúttal nevetőbb felvétel. Egy fényképet tettek közzé a hálóban. Reddit Weilevejlevéhájl elképzeli Bill Gates-t 2007-ben, hogy bemutassa az első iPhone-t. Bill Gates bemutatja az első iPhone-t. Reddit természetesen a képen több furcsaság van. Mindezek közül érdemes megjegyezni, hogy az első iPhone hogyan nézett volna ki úgy, hogy a Microsoft kiadta. Másrészt humorosabb, hogy Bill Gates arca kudarcot vallott a legjobb megéri. A kreatív blokkú szerint több ember kommentálta a fényképet, amelyet valószínűleg Dall-e nevű mesterséges intelligenciával készített. Az internetes kommentátorok közül néhányat lenyűgözte. Mennyire reális a fotó, miközben volt egy, aki megjegyezte, hogy Bill Gates keze olyan volt egy karfiol. A nők kiemelték, mennyire érdekes kép a képen. Úgy gondolja, hogy telefon pontosan olyan volt, mint egy Microsoft iPhone. Így nézett ki az első iPhone. Steve Jobs valódi bemutatása.